5-40 tekézője lépett dobóállásba Ózdon a területi egyéni döntőben, ahol a nyíregyháziak 8 versenyzővel képviseltették magukat. Az egész viadal legjobbjának a 608 fáig jutó Finta Zoltán bizonyult, rajta kívül Kastyura Zsolt, Szojka Miklós és Szilágyi Sándor jutott a március végén esedékes Bátony-Terenyei országos elődöntőbe. A szombati sikerélmények után a vasárnap már kevésbé volt örömteli az NTK számára, a Magyar Kupában ugyanis a hazai pályán elszenvedett vereséget követően a visszavágó Tatabányán 5-1-re kikaptak a nyíregyháziak, akik így kettős vereséggel búcsúztak a sorozattól. Borzasztóan nehéz mérkőzés elé néztünk, azt tudtuk előre, ugyanis a hazai mérkőzésen nem sikerült olyan eredményt kivívnunk, ami biztató lehetett volna a visszavágóra. Ott már az első sorban rosszul kezdtünk, és sajnos elvitték a belső szetpontokat 7-1 arányba, és akkor már látszódott az, hogy nem fogunk tovább jutni, bár még a Fehér Bélával felmentünk a pályára, megpróbáltuk. Sajnos az első szettünk mindkettőnknek nem sikerült, és innentől kezdve matematikai esélyünk sem volt arra, hogy tovább jussunk. Így fejet kellett hajtanunk a Tatabányának, és azt lehet mondja búcsúzni a kupából, hát marad a következő hétvégére javítási lehetőség ide haza a Répszalak ellen. A Répszalak 14 fordulót követően a harmadik helyen áll a Szuperliga tabelláján, amelyen a nyíregyháziak a 9. helyen várják a mérkőzést. Nincs veszíteni valunk, mondhatjuk ezt, a Répszalak meg a dobogóért keményen küzdelemben van. Azt hallottuk, hogy a Kakuk Levente többszörös világbajnok valószínűleg nem lép dobóállásba, ugyanis Kerincsével küzdik. Sajnos ez nem jó hír. Mindenképpen teljes csapat ellen szerettünk volna diadalmaskodni. Nem mi vagyunk az esélyesek, még így sem, mert több válogatott játékosuk van jelen pillanatban is, de úgy gondolom, hogy nem feltett kézzel, tehát szívesen fogadjuk őket, és megpróbálunk esetleg egy szoros mérkőzést vívni, ha már a Magyar Kupába nem jutottunk tovább, és akkor a Répszalakkal játszottunk volna, ami vasárnap lett volna, de így azt lehet mondom, most már csak egy mérkőzésre kell koncentrálnunk. Mindenképpen megpróbálunk egy esetleges bravúrt, mert az jót tenne a csapatnak. A nyíregyházi Tekeklub Répszalaki ese mérkőzés az ifjúságiak meccsét követően szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.